kicsit nagy vásszal kell, nem? Tudod mit? Van nekem műszer, ami ezt megoldja. Szóval föltettél egy jó pár kérdést nekem, aztán... aztán valahogy válaszolni kéne, mert jó kérdés. Értelemszerűen ezt a videót majd mindenki látni fogja, de személyesen neked szól. Egyszerűsítve, a kérdés úgy hangzott, hogy mi a fene történik azokkal a gépekkel, amik kikerülnek az ingyenes gépkiosztás keretében? Nem tudom. És tudod mit? Innentől már mindegy is. Mi történik azokkal a gépekkel, meg mi történik azokkal a rendszerekkel, amiket összeállítok? Hát, nem tudom. És tudod mit? Nem is ér rajtam múlik. Az olyan, mint amikor kapsz egy autót, örök üzemanyaggal feltöltve, és megy valamennyire. Eltelik egy kis idő, emberünk belenyúl, és kicsit így visszalassul a rendszer. Tehát például lecseréli egy régen levúlt 15 éves rendszerre, például egy Windows XP-re, vagy Windows 7-esre azon a nagyon régi gépen, amit éppen kapott. Hát az eredmény természetesen a csiga és a növények növésének a sebessége között lesz valahol, tehát az igen lassú lesz. Na, tudod mit? Ez már nem az én dolgom, hogy egy kicsit sem. És előfordult ilyen is, előfordult olyan is, hogy azért hívtak vissza, mert ők úgy gondolták, hogy elromlott a gép, mert Windowsos lett. És sajnos ez valóban, mint kiderült, így is történt, mert vírust is kaptak, nem tájékoztatta őket senki arról, hogy vírusírtót kell használni, meg voltak súlyosabb problémák, és a Linux újbóli felrakásával természetesen elmúltak ezek a gondok, de utána ők már nem hívtak. Tehát én gondolom, merem remélni, hogy egyszerűen csak tök jó minden. Hát nem tudom. Az esetek minimális, hogy begyorsult mi, nagy trükk. Attól gyorsult be, mert azt láttam turbót, ilyen folyadék, úgy hívják, hogy műszerolaj, jó? Tehát olyan események történtek, hogy visszahívtak azért, mert elromlott, visszahívtak azért, változó. Jó, tehát mindenféle esemény előfordult, volt könnyebb, volt nehezebb, hát vegyes. Remélem érted, ezek ilyen, mondhatnám, nem nagyon fontos dolgok, és hát Minden egyes ilyen alkalommal, amikor felhívnak, de fogalmam sincs, hogy ott mi történik, érted? Tehát nem tudom. Tekintve, hogy ezt az egész műhely ügyet teljesen egyedül csinálom, tehát még mondhatnám, még segítségem sincs. Annyi segítségem van, hogy egy Zsolti nevű barátom, ismerősinek, a volt haverjának, a nőjének, a nem tudom kiének, a valakiének, ott van egy üres pincéje, és akkor azt használhatjuk. Na, ennyi a segítség, vágod? Tehát fizikailag nincsen futárom, nincsen operatőröm, nincsen semmi. Egyedül csinálok mindent, és ennek végeredménye az, hogy az összes videót én csinálom, az összes számítógépet én osztom ki, az összes család jelenlegi helyzetét én ellenőrzöm, de úgy, hogy haver, nekem is 24 órából áll ám egy nap. És nekem családom van, gyerek, feleség, stb. Nagyon ügyesen kell beosztanom az időmet, mert minden egyéb olyan dolgok, ami ezzel jár. Tehát észnél kéne lennem. Természetesen volna segítségem,
Mert a dolog így sokkal könnyebb lenne. Például a futár. A futár az egy olyan munka, ami... Hát hogy mondjam, nem azt a szót akarom mondani, hogy elkerülhetetlen, de... Mert én vagyok a futárom, én vagyok az operatőröm, én vagyok a mindenem. Ha csak a műhelyrészt nézzük, ez így nem jó, vágod? Tehát egyedül dolgozni, szopás. És nem hiszed? Kérdezd meg a Celeronodat, aki egyedül dolgozik a gépbe, és éppen egy Windows 7 van rátelepítve. Na hát ez nem olyan vicces. Úgyhogy... javaslom a Dual-Core, illetve a Quad-Core megoldásokat. A probléma az, hogy amikor valóban arról van szó, hogy a szegényeket segítsük, ezek magyarok. Tehát eljutnak a Dumáig, és akkor így kész. Vágod? Így kész. Fizikailag tenni valamit a másikért, azt nem. Ezt felejtsd el. Úgyhogy az a helyzet, hogy azért ez fárasztó. Igen, kicsit. Nemrég jöttem haza, Norvégiából, kerestem pénzt, még meg se kaptam, de valószínűleg, mire ezt a videót megnézitek, már ki vagyok fizetve, de a probléma nem ezt jelenti, hanem hogy úgy kéne beosztanom az időmet, hogy azoknak is segítsek, akik rászorulnak, annak ellenére, hogy ők saját maguknak nem akarnak segíteni, és amikor feltűnik egy ilyen ember, mint én, egy ingyenes számítógéppel, akkor már is jönnek a kérdés, hogy hogy van, és akkor eddig miért nem volt. És ezt a szót, hogy aktivizmus, ezt nagyon nem. Itt Magyarországon nem, hogy nem ismerik, hanem nem is értik, hogy figyelj, itt egy gép, és így ingyen. Érted? Jó, tudom, kicsit lassú, meg... Igen, tanulni kell, mint olyan, mint minden mást, jó? De nem érti, hogy fizikailag valaki segíteni akar. Na, mondok egy tök jó példát, jó? Vonatkoztass el a számítógépektől. Sétálsz az utcán, mész A-ból B-be, ugye? Szokásos, mit csinálna, nem A-ból B-be megy. És látsz egy autót, ahogy éppen megáll. Este van, ugye világít a lámpa, megáll az autó. Egy ház előtt megáll, kiszállnak az utasok, mennek be, de a lámpa égve marad. Az emberek még mennek be, tök nyugodtan jazzelnek a bejáraton, becsukják az ajtót, és éppen, hogy becsukják a bejáratot, amikor te odaérsz, mert azért siettél. Bekopogsz, hello, csak azt szeretném, hogy égve maradt a lámpa. El akarod lopni, köcső? Tehát, ilyen a magyar. Csak egy értsen. Nem egyszerű dolog ingyenes számítógépeket adni, és azért kapom ám a kritikákat is. A kritika azt jelenti, hogy építő jellegű szöveg, nem fizikailag segítségben olyan nincsen, hanem szöveg, duma. Az egyik az volt, ami nagyon sokat gondolkoztam, hogy miért csinálom ezt, ha akarnák, saját maguknak is lehetne. Hát az emberek, valljuk be, nem olyanok, hogy terveznek előre. Mondjuk például azt, hogy nem, semmit nem terveznek előre. Hogyha történik egy olyan dolog, hogy valaki feltűnik valami rokon, az ad nekik akármit, mindegy, akkor azt örömmel elfogadják. És érdekes nekik például eszükbe se jut, hogy a saját maguknak megszerezhették volna. Mondok egy példát, jó? Vannak rengetegen olyanok, akik csak simán fenntartják az autót. Ezt ivágod? Fenntartják. Az azt jelenti, hogy nekik menni, hát nem lehet vele, mert egyrészt a benzin drága, másrészt meg jaj, ne adjuk el, mert mégis csak egy autó. És szó szerint csak ott áll és fizetik az adóját. Meg olyan is van, hogy ki sincs fizetve az autó. Csak ott áll. Ez csak egy példa, mert mindennapi gondjaikkal úgy el vannak havazva, hogy észre se veszik, hogy nem ördögi kör ez, hanem régebben hallottam erre egy sokkal jobb kifejezést. Egy öreg ember állt egy kenyérrel,
egy összedőlt házzal a háta mögött, és abba volt az a mondat, hogy egész életemben én azért dolgoztam, hogy most így 70-80 évesen nekem már ne legyen semmi. És amikor már 70 és 80 éves vagyok, jövök rá, hogy az egész rendszer, ami itt van, az egy ilyen félrevezetés azért, hogy a teljes életed összes javait így odaadd olyanoknak, akik jelenleg az uralkodó elit. Vágod? Semmiük nincsen. És egész családok élik le így az életüket, hogy kicsit mélyebbre megyek a példába, jó? Ezt már közben elrakom. Szóval úgy néz ki a dolog, hogy felnő a gyerek, és a következő példát látja. Apu szegény, soha nem látom, mert reggeltől estig dolgozik, égbérért, valahol targoncás, most mindegy. Anyu meg otthon van, mert mit tudom, én rokkan nyugdíjas vagy, egészségügyi állapotban nem teszi lehetővé, hogy dolgozzon, de fizikailag otthon effektív semmit nem csinál, amivel pénzt lehetne keresni, csak úgy van. Cserébe viszont egyetlen targoncás pénzből, meg abból a nyugdíjas hozzájárulásból semmit nem tudnak venni, pedig lehetőség rengeteg van arra, hogy is mondjam csak, legalább az első lépcsőfokára a létrának, a haladás létrájáról van szó, legalább az első lábamat föltegyem, és akkor legalább próbáljuk csinálni valamit. Ez mindenkinek adott, vágod? De senkit nem érdekel, hogy van ilyen. Vágod? Ezért tartunk ott, hogy vagyok én, ez a... Hol van? Itt van. Szétszorom a cuccokat. Ezért van az, hogy abban az esetben, amikor én megjelenek egy ingyen számítógéppel, akkor ők úgy gondolják, hogy hú, mi már szenvedtünk eleget, ez biztos az Úristennek a küldése is, és hogy én valami helyi, ilyen lokál angyal vagyok, aki megsegíti őket. Figyelj, egy számítógéptől te nem leszel boldogabb, így, mint családi, egységes boldogság. A számítógép arra való, hogy amikor a targoncás fater hazajön, legalább pihenni tudjon, és ne az RTL klubnak, meg a DV2-nek a hazugságait nyelje be. Esetleg az otthon ülő anyuka, aki egészségügyi állapota vagy akármi miatt nem tud dolgozni, ő is pihengessen egy kicsit, mert azért az, aki beteg, annak fárasztó a semmi. Szóló. Úgyhogy a számítógép nem arra való, hogy a családi életed jobb legyen. Az arra való, hogy egy kicsit tudjál pihengetni, effektíve, itt a szőröm, szőrfarkas, vagy farkas szőr, mindegy. Szóval mindent összevetve nem tudom, mi van azokkal a programokkal, amiket én föltelepítek, és ott van hagyva. Azokról a programokról tudok, amikről ők szólnak, hogy elromlott. Természetesen, amikor visszamegyek, akkor általában egy SP3-os Windows XP van föltelepítve. Ez nem az esetek 100%-a. Bocsánat. Tehát ez nem az esetek 100%-a, hanem lényegesen kevesebb. Ugyanis a megtett számítógépeknek kb. 70-80%-ába soha többet nem látom, hogy mi történik. Vágod? Soha többet. Volt olyan, hogy visszamentem egy elég régen elkészült számítógéphez, és örömmel tapasztaltam, hogy még mindig ugyanaz a program fut, de már jelentősen átalakítva, tehát más háttér, teleprogrammal, mindenféle vacakkal. És hát azok a családok, akik nagyon szegények, azoknak olyan nagyon internet sincsen. Tehát a vírusokat közvetlenül a barátoktól tudnák beszerezni, hogyha esetleg azt a marhaságot követnék el, hogy fölpakolnak valami Windows-t a helyi barátok, rendszergazdák és ilyen segítőnek mondott alakok. Ugye világos? Úgyhogy közben most itt van előttem a leveled, megpróbálom elolvasni, hogy mindenre válaszoltam-e.
Ha jól láttam, a több mint 60 PC-t raktál össze adományokból felépítve, ebbe azért volt segítség, tehát volt a Tiborius 6 nagy, meg volt egy... hát nagy ritkán jöttek ilyen... Hát hogy a fenébe lehet ezt mondani? Szóval ilyen beugró srácok, és ők is néha-néha hoztak egy-egy hangkártyát, vagy egy-egy memóriablokkot, tehát igen, az ő segítségük is képbe volt. Úgyhogy mondjuk 99%-ban az én munkám az egész, tehát az 1% az megoszlik körülbelül 5 ember közül. Körül. Valahogy ezt így kell elképzelni. Menjünk tovább. Ezekben fektetett idő és energia részedről satszolva sem kérdéses, elismerésre méltó dolog. Te király! Úgy érzem, meg vagyok tapsolva, de... Ugye nagyon jól tudjuk mind a ketten, hogy... Ez nem azért ma, nem azért van, nem azért megy, hogy az emberek megtapsoljanak azok, akik se nem kapnak, se nem adnak, csak úgy spektátorok, nézők. Ez nem azért megy. Ez minden esetben azért megy, mert én emlékszem arra, az én saját régebbi koraimból, a saját gyerekkoromból, amikor még a anyámnak nevezett... Igen. Szóval mellette éltem anyámmal, amíg apámmal éltem, amíg az én apai nagymamámmal éltem, az anyai nagymamámmal... Szóval a régi időkben én emlékszem, milyen az, amikor az embernek úgy semmilyen nincsen. Akkor még egy példa, ezt is így beleszúrom, jó? Mert azért vicces. Tehát tudják az emberek azt, hogy ez is rossz mondat, várja előről. Tehát egy-két ember tudja azt, hogy van ingyenes számítógép. Ezek általában azok az emberek, akik rendelkeznek internettel, és ők interneten, e-mailben kérik az új számítógépet. Mert nekik már van egy régi, de ők szeretnének egy újat, és ők úgy gondolják, hogy több százezer forintos, teljesen vadonatúj, ilyen nylonos számítógép az, ami ilyenkor jár. És az így nagyon letaglaló, tehát ha én milliárdos lennék, tehát annyi pénzem lenne az FLP-ben, annyi pénzt össze, hogy már gyémánt szóring menedzser lennék az FLP-ben, annyi pénzem lenne, hallott, hogy itt mögöttem ilyen nagy tornyokba halmozol, ilyen vastagra 20 000-esek ilyen nagy toronyba, na mert akkor se vennék ingyen számítógépet így senkinek, akkor inkább foglalkoznék azzal, ami valóban fontos, például a teljes emberiség jövőjével, a pénz teljes felszámolásával, a nyersanyag alapú gazdaság fizikai elindításával, az ökovárosok, illetve a teljesen önfenntartó városok felszerszámozásával, tehát fizikailag azokkal a dolgokkal, amiken a jövő alapszik. Azt így vágod? Mert lehet, hogy most hallottál erről először, szóval igen, érdemes utána nézni a nyersanyag alapú gazdaságnak, illetve annak hogyanjáról, az ökofalvak szükségességéről, és hát... Mi a franc az a pénz így egyáltalán? Vágod? Na, menjünk tovább. Igen, elismerésre. Itt van a taps. Igen. Felvetődik a kérdés, hogy mi a PC-k és a rajtuk lévő oprendszerek sorsa. Erre válaszoltam a borotválkozásnál, tehát fogalmam sincsen. Ugyanis utána velük a kapcsolatot nem tudom tartani, és nem azért nem, mert én nem vagyok képes hívni őket, hanem mert nincs is már ilyen telefonszám. Vágod? Az emberek olyan szinten szegények, hogy amikor lefogy a kártyájukról a pénz, eldobják a kártyát, és vesznek egy újat. Ilyen magyar, nem? Vesz egy új kártyát. Tehát nem tudom felhívni az embert, hogy hogy álltok, mi a helyzet. Ugyanis én Vodafone-os lévén az összes Vodafone-ost ingyen hívom, de ha nincs meg a száma, nem tudom felhívni. Természetesen magyar, komolyan, és az azt jelenti, hogy amikor eldobja a SIM-kártyát, minden telefonszámot eldob vele. Vágod? Enyémet is. Nem tud fölhívni engem, hogy baj van a géppel. Na, ez a számítógépek sorsa. Azokban a nagyon ritka esetekben, amikor engem visszahívnak, az azért van, mert egy családon belül több telefon van, mindegyik töltögetős, tehát nehogy azt hittő valamelyik előfizetős, és több SIM-kártyára ez el van mentve, akkor a fiának, a barátnőjének, az ismerőse már felhív engem, hogy az előző családban ott valami gond van. Na miért nem ők hívnak? Hát nekik most ki van kapcsolva, mert... Hú, haver.
Szóval nehéz ügy, jó? Maradjunk ennyiben, hogy nehéz ügy. Na, menjünk tovább. Számítógép, gépező emberek nagy százaléka máig számítástechnika analfabéta, így keletkeznek a zombi gépek. Hát, sajnos tényekkel nem tudok vitatkozni, úgyhogy menjünk tovább. Szóval ezen segítőkész házi rendszergazdák azt tesznek fel a gép, azt tesznek mindenből, ami az értenek, hát amennyire értenek. Tehát nézd, mondok egy a straight példát, na hát ez szép magyar szó volt, szóval egy ilyen direkt bele az arcodba példát, jó? Azok az emberek, akik fölteszik a Windows XP-t, azok még a Windows XP-hez se értenek. Tehát látnak egy kék halált, és nem tudja elolvasni, mi van odaírva, mitől fagyott le a gép, és a fizikai hiba, ami a kék halált okozta, az mi. Vágod? És ezek a srácok szedik le azt a Linuxot, amit nem is kell javítani. Kész. Detox. Mentális detox, tudod, ilyen feje. Menjünk tovább. Szóval segítek, igen, ezt olvastuk. Szóval most jön a konkrétum, terészedről, hogy mennyire követett nyomon ezeknek a gépeknek az operrendszer sorsát. Ha? Taglaltuk egy párszor. Nagyon nem tudom követni. Nem én rajta múló okok miatt, tehát a magyarság miatt ez lehetetlen. 90%-ban lehetetlen. Van 10%, de mondjuk ők a szabályerősítő kivétel, jó? Mondjuk így. Nyilván annak, akinek kiviszel egy ilyet, és kap egy Mozillát, és már tud e-mail címet csinálni, meg googlizni, kész, kitárul előtt a világ, tehát ő, így ahogy írtad, ő kész van. Tehát neki nem is kell rendszergazda, ott van a fogaskerék, be tudja állítani a számítógépét, hátteret, lejátsza magának a zenéket, videókat tölt le, hát nem kell más, nem kell Windows. Na, menjünk tovább. Magam tapasztaltam nemrég, amíg nem volt netünk költözés után, hogy mennyire durván függés van az internettől, mérőóra bejelentés meg minden. Hát, nézd, nagyon sok tanya van, nagyon sok család van, nagyon sok olyan hely van, még panelban is, ahol nincsen internet, és a mérőóra bejelentés a szociális központok, hogy van? Van egy ilyen lakásfenntartó szövetkezet minden egyes bérházban is, meg panelban is, meg családi házak ilyen területére is, akikhez oda tudsz menni, és akkor bedobod egy ilyen, mondjuk egy ilyen ekkora papírról van szó, rá van írva, hogy név, lakcím, és akkor mik a mérőórák, és így be kell dobálni. Ez a lakásszövetkezet, vagy valami hasonlóan hívják, összegyűjti ezeket a kis papírkákat, és kezeli. Vágod? Tehát azoknak a öregasszonyoknak, akiknek nincs internet, vagy egész családoknak, akiknek nincsen, azoknak ilyen papíros módszerrel jön-megy ez a dolog. Amiről te beszélsz, az egyszerűbb, igen, mert interneten simán beírod a mérőórát, hú, de király vagyok. A függést azt nyilván nem így értetted. A függést úgy értetted, hogy azoknak a srácoknak, akiknek függés van az internettől, nekik az életük a neten van. Ezt így vágod? Nem akarok olyat mondani, hogy League of Legends, nem akarok olyat mondani, hogy Minecraft, vagy World of Warcraft, tehát ilyen nagyobb, combos, ilyen nagyobb dolgokat nem akarok mondani, hanem csak simán fönn van neked egy Facebookod, és ugye nem tudsz fölmenni 2 hónapig, te érzed rosszul magad, hogy nem látod a Facebookot, vágod? És nem azzal foglalkozol, ami így körülvesz téged, fizikailag anyád, apád, család, testvér, rokon, unoka, testvér, stb. Fizikailag nem mész le a játszótérre rúgni a bőrt, meg kicsit kosarazni többiekkel, ezt felejtsd el. Melyik a Facebookra lájkolni? Na, ennyire van függőség a rendszertől. Mint Facebook, nem a nagy rendszer, nem. Csak a Facebook rendszerét, meg a közösségi oldalak rendszerét mondom. Ugye közösségi oldal egyenlő Facebook, tehát magyaroknál nincs ilyen, hogy Reddit, vagy Tweet, vagy valami hasonló, nincs. Jó? Menjünk tovább, remélem érted. What the point is all of that. Szóval, megpróbálom megkeresni, jól tartottam az előbb. Miért olyan belent, és itt van. Szóval ezek az emberek később a gépüket sikerre használják, és lekezelik a bugokat, és alkalmi program összeomlásokat, amik Ubuntu-nál is előfordul.
Hát... nem tudom. Tényleg. Alkalmi program összeomlások minden programnál vannak, természetesen Ubuntu-nál is, de ahogy azt én ránéztem, ott nagyon nem kell kezelni, vágott, tehát megnyomod azt, hogy újra indítás, megy megint, tehát nincsen gondod, ráadásul a zene, miközben lefogy a zene lejátszó, a zene nem áll meg, tehát nyomod újraindítás, a megy zene egész tovább, tehát Ubuntu-nál más a kék halál, tehát ott nem látod, hogy van kék halál, hanem egyszerűen csak megy tovább a rendszer. Ez egy zene lejátszó, természetesen másról is szó lehet. Ennyi. Tehát nem tudom, hogy azok az emberek, akik életükben most használnak először számítógépet, sajátot, az alkalmi programálásokat, kicsi bugokat, ilyen kis glitcheket, kis furcsa hibákat, hogyan kezelik, mert nem tudom. Tehát nem vagyok ott. Érted? Olyat láttam, hogy egy nagyon szegény srácnak volt egy P3-as gépe, egy Celeron, azt elhívtam ide, hogy gyere próbáld ki az Eyefinity-t, hogy milyen lesz, ha neked majd ilyen lesz. És így lenézett maga elé, rázta a fejét, hogy nekem ilyen soha nem lesz. Na ezért nem lesz ilyened. De nincs benned elhatározás, hogy én akarok egy ilyet. De akkor megtalálod a módját, hogy legyen, elmész dolgozni és szerzel rá pénzt. Akkor te megoldod. De ha így állsz hozzá, hogy nekem ilyen sose lesz. Na akkor ez így is lesz. A gondolatok ereje nagyon nagy. Ez ugye teljesen egyértelmű. Menjünk tovább. Mennyi telefonos panasz kezelésed van, és mennyi a support, mennyi támogatás nyújtasz szoftveresen? Mert egy járulékos kérdés, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Minimális. 10. Nem akarok olyan hülyeséget mondani, mert azt tudom, mikor kezdtem. Szóval valahogy ilyen 10 körül éve csinálom ezt a dolgot, és talán ha 5-ször hívtak föl, hogy most ez történik, most az történik, és ez összesen 2 ember. És az egyik a szomszédom, itt egy utcával lejjebb. Szóval nem hívnak. Több okból se hívnak. Adok egy jó kis példát, jó? Nincs rá pénzük, hogy felhívjanak egy másik embert. Ezt ivágod? A másik probléma még az, hogy ezt most csak én találom ki. Most azért hívjam föl, hogy segítséget kérjek egy olyan rendszerbe, amit ingyen kaptam. Vágod? Na ez a magyar gondolkodás. Na ezért nem hívnak föl. Mondom, összesen 10 év alatt, körülbelül 10, tehát kb. 10 év alatt, ha 5-ször felhívott 2 ember, ez vége. Nem volt több. Az emberek gyávák, pláne a magyarok, meg az amerikaiak, nagyon borzasztó gyávák. És ugye, ami a gyávaságnak a fő becsapódási pontja, az a magánélet. Tehát a magánéleten bármit változtatni akarna, mindig azt mondja, nem, minden így jó, ahogy van és kész. Vágod, na ilyen a magyar. Na menjünk tovább. Ha te nem segítesz, vagy más emberek, akkor feltételezem, ezekre a gépekre idővel egy XP van, egy Win7 kerül. Nem fog. Több okból sem fog. Először is azért nem fog Win7-re kerülni, mert nincs benne annyi memória, hogy föl lehessen telepíteni a Win7-et. A másik még annyi, hogy processzor teljesítmény nincs benne annyi, hogy a Win7-et föl lehessen telepíteni. De hát láttam már karon ülő varjút, úgyhogy igen. Elképzelhető, hogy egy idő után vagy XP, vagy Win7 kerül rá, pointless. Tehát teljesen lényegtelen. A lényeg, hogy már ott van a számítógép, működőképes állapotban, készen. Na most arra felhúznak egy V7-et, vagy egy XP-t, utána ma úgyse hívnak föl. Vágod? Ez már nem az én gondom. Ez már azoknak a gondja, akik ezt elbasszák, tehát szó szerint a család. Vágod? Na mindegy, menjünk oda. V7 kerül rá, persze, ehhez már semmi közöd utólagosan. De az aprendszereket akkor is karba kell tartani, még ha egy Ubuntu LTS vagy bármi. Így van. Magunk közt legyen szólva, az Ubuntu LTS-t nagyon nem kell karban tartani. Természetesen vannak hibái, de néha rányomsz egy frissítést a részedről a fáklyás menetet. Nagyon nem kell karban tartani. Ami karbantartásra te gondolsz, az... Megpróbálom kitalálni, mi a fene lehet. Nem tudom.
Hogyan lehet egy Linuxot karban tartani, vágod? 3 éve vagyok Linuxos, és én nem tartottam karban soha a rendszert. Nem. A Windows-t az kellett. Így van, azt kellett. Ott a Reddit-be kellett turkálni, meg a tűzfalakat becsukogatni, meg a, bocsánat, rosszul mondom, a backdoorokat becsukogatni, tűzfalakat állítgatni, mert magától elállítódik. Van annak annyi baja, hogy elég az. De te Linuxot nem, vágod? Nem. Nem csináltam semmit. Nincs karbantartás 3 éve ezeken a gépeken, amiken dolgozom. Nincsen semmi. Annyi karbantartás van, update. Kész. Vágod? Kész. Amíg jön az Ubuntura, ugye én mintás vagyok, amint kijön az Ubuntura valami, néha szoktam rá nyomni, mondjuk így 2 hetente egy ilyen update-et, kész. Ezt ennyi. Te csak az 1-est meg a 2-est. Aki mintes, az tudja, hogy mit jelent. Ennyi. A 3-asokat nagyon nem is látom, meg kikapcsoltam, mert nem vagyok rá kíváncsi. Nem. Nincs karbantartás Ubuntun. Nincs. Minten. Sincs. Lehetne én finomangolni, tűzfalazni, ízélni, de leszarom. Vágod? Nem érdekel. A tűzfal emlékeztet engem a Windows-os múltra. Nem kell. Ne, mennyi nem? Nem. Be sincs kapcsolva. Minek? Bejut valami? Persze. Majd holnap, jó? Ha én nem segítek a vírusnak terjedni root jelszóval, meg mozdulni nem tud. Adjuk meg. Na jó, menjünk tovább. A levelem akár egy jó alap is lehet neked egy poszthoz, egy új videóhoz. Látjuk. De én azért a totál anonim módon megkérdezném, mert nagyon érdekesnek találom a dolgot, szoftveresen és humánusan szemlélve. Te szépen összeegeztetted ezt a mondatot. Azaz, ez a lényeg jótékonyságos és még mennyi járulékos terhet von maga után, és mekkora a nyereség és elégedettség a kezdeti örömködésen túl. Semmi. Semmi. Mindig azért csináltam ezeket a dolgokat, hogy adok ingyen számítógépet, mert és fölfedek egy titkot a régi életemből. Amikor én apámmal éltem, ez nem volt egy vicces időszak, szóval nem erre görbült a száma, érted, mire akarok mondani. Én úgy dolgoztam régebben apámmal, hogy szereztem egy papírt, és megterveztem rá egy monitort, ugye CRT mély monitorról van szó. Megterveztem monitort rá, behajtogattam papírból, így, behajtogattam a szélét, meg ezt is, így. És utána fogtam egy másik papírt, tényleg, meg volt tervezve az egész. Fogtam egy másik papírt, és a behajtott részére ráragasztottam Technokor Rapid piros színű ragasztóval, így. Nyomva tartottam percekig, és akkor kész volt az oldala. Utána megcsináltam, megfordítom, rátettem a másik oldalára, és meg volt a másik oldala. És papírból csináltam magamnak egy kis számítógépet, vágod. Ennyire vágytam rá, hogy nekem legyen hova visszavonulni abból a világból, ami körülvett engem. Nekem soha nem volt számítógépem ott. Nem hagyták. Az én apám saját magának vett egy gyermeki szórakozást, egy Commodore 64-et, és ő maga játszott vele, ahelyett, hogy hagyta volna, hogy a gyerek játszon vele, vágod? Nekem van fiam, 3 éves. És megdöglenék, ha nem hagynám játszani azzal, amit úgy hívnak, hogy játék, vágod? Mi a Commodore 64, ha nem játék? Na, tessék! Munkaeszköz! Az bizony, bazd meg, mutass olyan irodát a múltban, aki Commodore 64-et dolgozott. Gyerünk! Nem fog menni. És azért nem fog menni, kedves barátom, mert egyetlen irodai program volt rá, és nem működött. Nyomtató kezeléséről aztán ódákat lehetne zengeni, tehát Mozartot meg lehetne kérni, hogy egy zongora áriát írjon rá, mert úgy el lehetne mesélni, hogy milyen volt a nyomtató kezelése. A másik meg az, hogy azok az emberek, akik akkoriban éltek, nem mertek hozzányúlni a számítógéphez, mert féltik, hogy elrontják,
és ezért centi vastagon ült rajta a por, inkább a papír munkával oldották meg az ügyet. Ja? Gyorsabban, mint ahogy azt a Commodore képes. Egyetlen egy dologban volt a Commodore 64 gyorsabb, mint amiben az irodai alkalmazottak akkoriban. Az pedig a sima számolás, az egyszerű összeadás, kivonás, osztás és szorzás, vágod? De arra meg egyszerű ott volt az abakusz, illetve volt már akkor is számológép. Tehát ne viccelj már. Erre számítógépet venni felejtsd el. Ja, hadd kérdezzem már meg, Commodore 64-re mennyi játék is van összesen? Hát van, jó. Mondjuk húzok egy párhuzamot, jó? Androidos, illetve iPhone-os készülékekre mennyi irodai program van? Mennyire használják az emberek nyomtatásra manapság? De mennyi játék van rájuk? Ez ugyanolyan. Ugye már érted? Tehát régen nekem hiába volt ott a szemem előtt, apám nem engedte, hogy használjam a régi Commodore-t. Később, amikor megszerezte az Advanced Technology nevezetű AT-s 286-os számítógépet, hát még azzal se. Úgyhogy... Én emlékszem azokra az időkre, amikor nekem semmim nem volt. És amikor én adok egy olyan számítógépet, ami egy fillért nem ér, annak a családnak egy komplett szórakoztató központ. Ingyen. Ám már valami. Na ezért adom. Utolsó sor, meg bocsánat kérdő. Jaj, bocsánat, jó, semmi hátsó szándék, stb. Nevezzük mondjuk, mit tudom én, Istvánnak. Pityúnak. Úgyhogy, kedves Pityukám, köszönöm szépen, hogy írtad azt a levelet. Anonimitásodat teljesen megőriztem. És remélem egy kicsit segít belelátni az ingyen számítógépek osztásába ez a videó. Remélem segít jobban feldolgozni ezeket a dolgokat. Majd meglátjuk, jó? Remélem segítettem aztán. Igen, van munkafelvétel a műhelybe. Operatőr, futár, szerelő. Minden. Jó? Elosztom. Te most komolyan mondod?